is Krishna. Ismét szeretettel köszöntök mindenkit. Új dimenzióba lépünk, nagyon izgalmas. Itt a Brihad Bhagavat mert a Gaudia Vajsnava Szentírások régiójába lépünk. Eddig nagyon sok mindenről volt szó, igazán ilyen euforikus állapotba kezdek kerülni ettől a sok élménytől, hogy ezekkel a csodálatos szövegekkel foglalkozunk. Ugye vannak olyan szövegek, amik megalapozzák a szambandát, a kapcsolatát, a helyzetét a dolgoknak a világban, ki a lélek, ki Isten, hogyan működik ez a világ. Aztán beszéltünk olyan szövegekről, mint a Mahábárata és a Rámája, amelyek csodálatos ideálokat állítanak elénk, illetve segítenek az élet problémáinak a megoldásában, szintén nagyon különlegesek. <kül> A gaudia-vajsnavizmus azért is nagyon különleges, mert Csétanya Mahápramú egy olyan szemléletet adott a vajsnaváknak, ami korábban nem volt jellemző. Nagyon-nagyon ritka volt, hogy valaki a védákat úgy értelmezze, ahogy a gaudia-vajsnavák értelmezik. És a, azon túl, hogy amikor az emberi élet céljáról beszélünk, akkor kiolvasható nem olyan nehezen egy jó lelki tanítómester segítségével a védákból, hogy ki kell szakadni az ismétlődő születés és halál körforgásából, kikerülni ebből a börtönből, ugye ez a durgá szó, ez azt jelenti, hogy börtön, ahonnan nehéz kimenni, ugye durgád évi felelős az anyagi világnak a működtetéséért, és eljutni a lelki világba. De onnantól, hogy valaki eljut a lelki világba, még a lelki világban is vannak különböző lelki dimenziók. És Csétanya Mahaprabhu arra bátorította a követőit, a vajsnavákat, hogy amikor céloznak arra, hogy kijussanak a lelki világból, akkor mi az a régió, ahova célozzanak, és miért a legjobb oda menni. És Csétanya Mahaprabunak a követői nagyon sok szöveget írtak, amelyek részletesen magyarázzák azt, hogy milyen folyamattal hogyan lehet eljutni a legmagasabb lelki dimenzióba. Egy picit Sjámaszunnal Prabhu már így megpedzette ezt a témát, hogy Isten egyszerre mindenható, és nem mindenható. Ugye volt ez a példa, hogy felemelni a hegyet, teremteni a hegyet, amit nem tud felemelni Isten. És szó volt Jóga májának a nevéről, aki Krisztának a belső energiája, és lehetővé teszi, hogy Isten olyan tapasztalatokat is szerezzen, amit abban a helyzetében, hogy ő Isten igazából nem tud szerezni, nem tud tapasztalni bizonyos dolgokat. Hogyha valaki minden tudó és minden ható, akkor nem tud olyan helyzetbe kerülni, hogy most valamilyen helyzetet nem tudok megoldani, vagy valamiről nem tudok. De az élet során ezek a helyzetek, amikor nem minden ható vagy minden tudó valaki, ezek lehetőséget adnak bizonyos kapcsolatokban, bizonyos élményekre. És Isten ő mindent szeretne tapasztalni, és azt is szeretné tapasztalni, hogy milyen az, amikor nem vagyok mindenható, és nem vagyok minden tudó. És létezik a lelki szféráknak egy olyan dimenziója, egy olyan hajlék a Krisnának, ahol ő folyamatosan abban a tudatállapotban van, hogy ez a mindenható és minden tudó önazonossága, ez az identitása, ez befedődik, és mint egy közönséges ember olyan lesz. Persze nem közönséges, mert csodálatos, de a lényeg az, hogy a Gaudia megkülönböztetik nagy hangsúlyjal a szeretetnek a különféle minőségeit. És az Istennel kapcsolatos szeretetnek van olyan minősége, ami keveredik a, az ajsvarjával, vagy a, a fenséggel, amikor valaki nagyon tiszteli Istent, mert ő mindenható és minden tudó, illetve van a szeretetnek egy olyan minősége, amikor nem keveredik ezzel a tisztelettel és ezzel a, ezzel a csodálattal Isten felé a szeretet, hanem pusztán azért szereti valaki Istent, mert ő egy személy, és amilyen csodálatos személy ő az végtelenül vonzó, és emiatt valaki nagyon vágyik az ő társaságára. Muszáj volt ezt a pár gondolatot itt bevezetőleg elmondanom ahhoz, hogy a Brihat bágavat említett tudjuk elhelyezni és érteni annak az üzenetét. A műnek a szerzője Sila Sanatana goszvámi, aki a 15. század, 16. században élt. Csétanya Mahápravunak volt hat fő tanítványa, akiket úgy hívunk, hogy a hat goszvámi, és ő volt közülük a legidősebb. Sanatana goszvámi egy délindiai brámana családból származott, aki aztán találkozott Csétanya Mahápravúval, nem egyedül, hanem a testvérével együtt, Rupa Goszvámival, akiről majd később lesz szó, egy másik Amritát tartalmazó könyv kapcsán. Ezt már említettem, ugye, hogy a legidősebb a Vindávani Goszvámi közül. 1516-ban Csétanya varanasi Varanasziban találkozott, és az úgy Csétanya tanította őt személyesen két hónapig. Nagyon különleges lehet, amikor az istenség legfelsőbb személyisége részletesen magyaráz valakinek. Ezt a tanítást elég alaposan feljegyezte um, a naplójába, a két napló alapján készült a Csétanya Csaritámlita, ami majd az utolsó előtti előadás lesz az Úrcsétanya életéről és tanításairól, és ott lehet olvasni erről, ahogy tanítja szanátana Gosvámit Zsícsétanya um, Zsicsitanya Maháprabú. És aztán a goszvámi egy hónapot még eltöltött puri Puriban, ahol az úcsétanya tartózkodott, és ott is rendszeresen tudott tőle hallani és tanulni. Nagyon művelt volt a goszvámi, beszélt szanszkrit, arab és perzsa nyelven, és Sétanya Mahaprabhu azt az utasítást adta neki, hogy menjen Vrindávanba, Vrindávan, Krishna születési helye itt a Földön, Indiában, Menjen el oda, és ott segítsen feltárni az ott lévő szent helyeket, létesítsenek templomokat, illetve írjon a annak a tanításnak az alapján, amit Sétanya Mahápravu átadott neki. Írjon a Bakti jogának a tudományáról, ugye ez az odaadásnak a jogája. Szanátánagosz, amit úgy is hívjuk, hogy a Szambanda. Átsárja. Ugye szambanda, ez a szó már többször előkerült itt a nap folyamán, kapcsolatot jelent, az alapokat jelenti. Fektesse le az odaadó szolgálat tudományának a különböző alapjait. Tehát Szanátán a ami az ő szövegeiben, írásaiban, tanításaiban arra fókuszál, hogy meghatározza, hogy ki az élő lény, ki Isten, és mi az odaadás, ami a kettőjük között tud áramolni. Ezeknek az alapvető természetét jellemzi a hívőt, Istent és az odaadásnak a természetét. Hogyha a Brihad Bágava eredetéről akarunk beszélni, ahhoz fontos megegyezni, ahogy már szó volt róla, ugye van a véda, amit kinyilatkoztat Isten, és aztán van, hogy a bölcsek megnyilvánítanak különböző szent tanításokat a meditációjuk segítségével. Ugye ez volt a Smriti, az emlékezés útján. Ez történt ugye síra Vyászadévával, amikor megnyilvánította Bágavata Puránát, amiről részletesen volt szó. Öm, a Mahábáratát, amiről az előző előadás szólt, ugye Vajsampájana meséli el Janamejaya királynak, aki Pariksit Maharácsnak a fia volt. Itt százezer versről volt szó, ugye vannak eltérő számaink. De a lényeg az, hogy nem ez az egy Mahábárata szöveg létezik, amit Vajsampályana elmesélt Janamédzsajának. Janami ezt a Mahábáratát hallotta Jaimini Risitől is, egy másik nagy szentől, és Szanátana meg megtudjuk, hogy az a Mahábárata, amit Jaimini Rishi mesélte el Janami Jajának, Pariksit Marács ö, fiának, ugye Pariksit Marács a pándaváknak az unokája, Ö, azt nagyobb mértékben áthatja a bakti, és nagyobb szerepet kap benne Krishna. Ugye ez a Mahábárata, amiről itt szó volt, itt a pándavákról van sok szó, és Krishna egy, úgymond egy kicsit egy ilyen mellékszereplő. Ott van ő is folyamatosan a történetben, de a, ebben a másik Mahábáratában nagyobb hangsúly van Krishnán. És amikor Jana meghallgatta ezt a történetet, akkor azt mondta, hogy én még akarok hallani, mesélj tovább. És akkor uh, Muni tovább beszélt, és ez a tovább mesélés lett a, ennek a mahábáratának az úgynevezett függeléke. Na most ez a mahábárata már elveszett, ez egyáltalán nincs meg. Ez a függelék is elveszett, de Szanátan a Goszvámi meditáció útján hozzáfért ehhez a szöveghez, és így kapta meg ő a Brihad Bágavat ámritát. Tehát a mahábárata függeléke lett ez a Brihad Bágavatámrita. Na most miről szól ez a Brihad Bágavatámrita? Ugye a Simad Bágavatamnál szó volt róla, hogy ezt a művet Sukadév Goszvámi beszélt el Pariksit Maharácsnak. Pariksit Maharádzsnak hét napja volt az életéből, föltett nagyon fontos kérdéseket, mi a kötelessége annak, aki a halára, vár, éppen készül meghalni. Mire Sükadév Gosszámi persze mondja, hogy mindenki épp készül meghalni, csak azt nem tudjuk, hogy ez most holnap lesz, vagy száz év múlva, de ez a kérdés mindannyiunk számára releváns, ezért a Bágavat a Puránának az üzenete is mindannyiunk számára releváns. Hét napon keresztül Sukadev Gosvámi tanítja Pariksit Maharajzsot, Azért csak hét napja volt, mert ugye volt egy átok, hogy egy taksaka nevű kígyómadár meg fogja őt marni. És amikor Sukadév Góssám befejezte a történetet, felbukkant a színen úttará Pariksit Maharásnak az édesanyja, aki nem hallotta ezt a hétnapos beszélgetést, azzal a kéréssel fordult Pariksit Maharáshoz, hogy légy szíves, gyorsan mondd el, hogy miről hallottál. Persze nagyon rövid volt már az ideje Parisít Maharajnak, a Bágavata Purán a 18 ezer versből áll, nem volt ideje arra, hogy most ő is hét napig elismételje ezt az édesanyjának. De egy misztikus módon megállt az idő, és annyi ideje volt, hogy 2500 verset elmondjon. És ez volt a Brihad Bágavatámrita, ami igazából a simad Bágavatamnak egyfajta magyarázata. A Brihad Bága a tehát egy párbeszédet ír le, ami Pariksit Maharaj és Uttará között zajlik. Ez a külső kerete ennek a történetnek. Tehát Jaj Muni mesélte el Janami Jajának, hogy Pariksit Maharaj mit mondott Uttarának. Tehát azt mondja Uttará, hogy mondd el a lényegét annak, amit sokadévtől hallottál. A simad bágavatam a védikus irodalom kívánság teljesítő fájának érett gyümölcse, és ennek az érett gyümölcsnek a nektári eszenciája a simad bágavatam. Tehát ez már így a inyenceknek a fő eledele, a nektárnak a nektárja. Egy nagyon-nagyon csodálatos mű valóban. Nem egy versről verse haladó kommentárja a bágavatamnak, de a bágavatamban lévő elveknek a lényegét nyilvánítja meg a számunkra. Két történetről számol be, amelyek látszólag nem állnak kapcsolattal a bágavatamban, de ugyanakkor mindezek a tanítások, amit a két történet során láthatunk, azok mind felelhetőek és beazonosíthatók a, a simad bágavatamban. De a bágavatam nagyon sok mindenről szól, és nem mindenki érti meg annak az átfogó képét, ugye volt itt egy pár ilyen idézet, hogy mennyire félre lehet érteni a bágavatamnak a tanítását. A Brihad bágavatámítának a víz üzenete nagyon világos, és egyetlen irányba tart. Mit is jelent ez a cím? Ugye a Brihad szó benne azt jelenti, hogy nagy, a bágavata ugye az istenség legfelsőbb személyiségével kapcsolatot biztos, kinyilatkoztatott szentírásokra utal. Ugye Bagavat az lenne Krishna vagy Bagaván, vagy az ő baktái, ők is bágavaták, tehát amíg az Istenség legfelsőbb személyiségére szóló történeteket írják le ezek a szövegek, és Amrita pedig azt jelenti, hogy nektár. Tehát fordíthatnánk például így a címet, hogy a legfelsőbb úr iránti odaadásról szóló szentírások legízletesebb eszenciájának nagy könyve. Érdekes, hogy ezt a könyvet Szanátana Goszfámi még az előtt írta, hogy olvasta volna a Baktira számlítszás szindút Rupa a könyvét, amiről azt hiszem pont ezután lesz szó, ami az odaadó szolgálatnak a különböző ízeit eleveníti fel. Érdekes látni, hogy mi az, amiről Szanátana Goszfámi írt, és mi az, amiről később Rupa Goszfámi. Hogyha a műnek a szerkezetét és a tartalmát akarjuk megnézni, akkor a mű Két részből áll, mind a két rész hét-hét fejezetet foglal magában, és ahogy a beharangozóban elhangzott, ez egy útkeresés műfajú szöveg, ennek egy nagyon ragyogó példája ez a, ez a kötet. Különbözik a közismert meséktől, elbeszélésektől, regényektől. A műhősei azt próbálják felkutatni, hogy hogyan Tapasztalható magasabb rendű boldogság annál, amit nyújtani tud a gazdagság, a hírnév, a szerelem, minden olyan dolog, amitben általában reménykedünk, vagy akár az örögi fiúság. Hogy létezik magasabb rendű boldogság, mint amit ezek az anyagi dolgok tudnak nyújtani. A mű szanszkrit nyelven íródott, és időmértékes versekből áll narratívát és dialógusokat tartalmaz. Tehát azon belül, hogy Uttará és Pariksit Maharács beszélnek, van két történetünk. A műnek az első része az 798 versből áll. Ugye említettem, hogy az egész szöveg az 2500 vers, tehát látjuk, hogy az első rész egy rövidebb szöveg, és a második rész lesz a hosszabb. A, az első fejezet 11. versében találjuk a vasztu nirdését, vagyis ahol a maga a mű definiálja, hogy miről is szól. És itt azt mondja, hogy ez a könyv azoknak a szentírásoknak a lényegét sűríti magában, melyek a legfelsőbb úrnak végzett szolgálatról tanítanak. Tehát itt ugye alap az, hogy valaki Krisnának a szolgálja. Ezt már nem magyarázza a a Goszvámi, hogy akkor mi a lélek, és ki Isten természetesnek veszi, hogy Isten az Krisna Vrindávamban. Különböző lelki szférák vannak, létezik Isten vajkuntán, abban a dimenzióban, ahol pompával és magasztos módon imádják őt. Tehát ő itt egyértelműnek veszi, hogy a legfelsőbb személy, az Istensi legfelsőbb személyiségének az eredeti formája, az a kétkarú fuvalázó Krisna. Vrindávanában. Kiknek szól ez a mű, ezt is definiálja, azt mondja, hogy vajsnaváknak szól, és a vajsnavák közül is azt mondja, hogy ez a szöveg azoknak szól, akik a Vrindávani Krisnát akarják elérni. És ugye ezzel kezdtem az előadásomat, hogy Csétanya Mahaprabhu ezt a célt tűzte ki a Gaudia Vajsnavák elé. Ugye a szeretet Ről egy pár szót már említettem, hogy a szeretet minősége lehet sokféle. Magyarul ez a szavunk van, hogy szeretet. Még esetleg az, hogy szerelem, hogyha ez egy férfi és egy nő között van, vagy egy ilyen nagyon intenzív érzelmi kapcsolatot és egyfajta intimitást fejez ki. Ugye szanszkritul nagyon sok szó van a szeretetre. Préma, sznéha, mána, pranaja, rága, anurága, bháva, mahábáva. Ezek mind a szeretetnek valamilyen minőségét, jelentik, és ez a mű azt mutatja be, hogy mi a különbség a különböző minőségű szeretetek között. Az első résznek a főszereplője a világutazó Bakta Nárada Muni, aki megjelent a Mahábáratában is, a Rámájánában is, ugye ő volt az, aki Válmiki Muninak adta a Mará-Mará mantrát, nagyon sokszor felbukkan, egy nagyon különleges személyiség, ő a lelki tanítómestere, ha már itt a védikus szentírásoknál tartunk. És a kérdés, ami felmerül az első részben az, hogy ki kapta a legnagyobb kegyet az úrtól? Ki az a bakta, aki a leginkább megvan áldva az úr kegyével? Ezért az első résznek ez a címe, hogy Si Bagavat Kripászára Nidhána. Az úr kegye lényegének letéteményese. Ugye kripá azt jelenti, hogy kegy, szára az azt jelenti, hogy lényeg, nidána pedig azt jelenti, hogy egy tárház valaminek a letéteményese. Tehát ez a, a címe az első résznek, és az a, a kérdés, hogy mi a tiszta odaadásnak a természete. Tehát amikor valaki szereti Istent, ennek a szeretetnek a minőség, amikor ez tiszta, az milyen, hogy néz ki, hogyan él, hogyan beszél, és hogyan gondolkodik az a személy, akinek a szívében ez a tiszta odaadás megnyilvánul. És ahogy szó volt róla, itt utazásról van szó, Nárad a Muni bejárja az univerzumot. Először elmegy Prajákba, találkozik egy brámanával, meglátja, hogy a Salagram síráját imádja, és nagyon lelkes lesz, hogy itt van egy kiváló bakta. Ugye keresi a legkiváló baktát, és azt mondja neki, hogy hát biztos, hogy te vagy az úr legkiválóbb baktája, olyan szépen imádod a salagramsírát, és a vagyonodat pedig arra használod, hogy másokat szolgálj. És akkor ez a brámana mondja neki, hogy nem, nem, nem én vagyok a legjobb bakta, van nálam sokkal jobb bakta is, miért nem mész el a déli királyhoz, és sokkal vagyonosabb, és sokkal több vagyont tud mások szolgálatára fordítani. És ez a minta ismétlődik folyamatosan a Brihad Bágava támítában, hogy Náradamoni megközelít egy vajsnavát, nagy lelkesen, hogy te milyen jó bakta vagy, és ez a bakta mindig mondja, hogy ki az, aki nála jobb bakta. Ez egy nagyon különleges jelenség. Ugye az anyagi világban mindenki arra törekszik, hogy azt hangsúlyozza, hogy ő hogy jobb másoknál. És amikor verseny van, akkor azt próbáljuk bizonyítani, hogy mi másoknál jobbak vagyunk. És itt látjuk ezt a gyönyörű példát, hogy a vajsnavák ezzel ellentétben mindig azt nézik, hogy ki jobb nálam. Nem azt hangsúlyozzák, hogy én mindent tudok másokhoz képest, hanem azt veszem észre, hogy mások mennyivel többet tudnak, mint én, és arra hívják fel a figyelmet. Az jelentéktelen, hogy én éppen most tudtam valamit, de mennyiszer van, hogy mások sokkal többet tudnak, mint én? Mennyivel jobb tulajdonságokkal rendelkeznek mások a környezetemben, vagy azon túl, és ezt képesek észrevenni, mert értik a saját eredeti helyzetüket, értik azt, hogy a képességeik Krisna ajándékai, értik azt, hogy mennyire parányiak, értik a relativitást, hogy amikor viszonyítom magamat valakihez, akinek esetleg valamiben egy kicsit jobb vagyok, és ebből egy jó érzés származik, de a kérdés az, hogy kit találtam éppen, akihez viszonyítom magamat. És milyen dimenziója létezik annak, hogy Mennyivel jobb és fejlettebb személyek vannak. Tehát az út, amit bejár, az elmegy a déli királyhoz, aki gazdag, aki elküldi Indralókára, mi már nem ezen a Föld játszódik, hanem egy magasabb mennyei régióba kerül, ahol Indrát dicsőíti. Üm, Indránál a különlegesség az az, hogy ott lakik vele Vámana déva az úrnak egy visnumúlti formája, a, egy visnu formája, aki megjelent egy parányi törpe képében, és az ő dicsősége az az, hogy együtt lakhat az úrral. Aztán elmegy Brammalókára, ahol az úr Brammával találkozik, és az ő dicsősége miért magasabb rendű, mint Indráé, ezt Indrának a szeretete, az keveredik az érzékielégítésre való vágyjal. Brammának a szeretete keveredik a dzsnyánával, vagy a tudáshoz való ragaszkodással. Aztán elmegy Sivalókára, az úr sivával találkozik, aki elküldi őt Pralád aki elküldi őt Hanumánhoz, aki elküldi őt a Pándavákhoz, aki elküldik őt a Jádavákhoz, Udavához, és végül kiköt Krishnánál. Tehát így megy, megy, és folyamatosan azt, azt tanulhatjuk meg belőle, hogy mitől jobb egy bakt. Tehát egyfajta hierarchiát állít fel a különböző vajsnavák hívők között, és a végén, ahogy eljutunk Krisnához, Krisna pedig Vrindávannak a lakóiról beszél. Tehát ebben a részben nem kerülnek elő a bricsbászik, Vrindávannak a lakói személyesen nem szerepelnek, de Krisna emlékszik rájuk, és az ő szeretetüket magasztalja. Milyen az igazi, önzetlen szeretet? Ezt lehet megtanulni ebből a részből és aztán a műnek a második része, ez sokkal terjedelmesebb, ez 1716 verset foglal magában. Ennek a főszereplője már nem Náradamuni, hanem Gopakumár, egy falusi kisfiú. Itt is uttará kérdez Pariksit maharács mert ugye amikor elmesélte ezt a történetet Náradamuni vándorlásáról Pariksit Maharács, akkor azt kérdezi, hogy hát, ha vannak ezek a különleges szeretettel bíró személyek, akkor ők vajon hol laknak. És itt a, azt a birodalmat keresi Gopakumár, ez a, a falusi kisfiú, ahol a szeretetnek a leg, ahol a szeretet a legmagasabb szinten nyilvánul meg. És ez a Gopakumár is elkezd vándorolni az univerzumban. Ez a történet Brahma egy előző napjában zajlik, sok millió évvel ezelőtt, tehát ez egy nagyon ősi történet, és ez a kérdés, hogy kik a legkiválóbb bakták, és hol élnek ők. Tehát mi ez a régió, és aztán amikor eljutunk ide, ez a címe a szanszkritül, hogy Sigólók a Mahátnya, ami azt jelenti, hogy gólokának a dicsősége arról a régióról olvashatunk megint, ahol a szeretet a legcsodálatosabban megnyilvánul, és tanulhatunk belőle, hogy mit jelent igazából szeretni. Tartozik a műhöz egy kommentár is, amiben érdekessége az, ez a Dick Darsani TK, ami azt jelenti, hogy irányt mutató kommentár, hogy maga a szerző írta a kommentárt, ami nagyon ritka. Tehát megírta a verseket Szenátana és aztán ő maga prózában kommentálta ezeket a verseket, tehát kifejti, magyarázza a különböző koncepciókat, amik előkerülnek. És ez a mű versről versre halad. Um, összefoglalásul, itt olyan, mintha eltűnt volna egy díja, vagy csak ugrott, nem, egy, egyet kivettem véletlen. Tehát egy nagyon olvasmányos műről van szó, ami egy nagyon átfogó képet ad a Gaudia -Va filozófiáról, a lelki világnak a különböző szféráiról, és a tiszta odaadó szolgálat helyzetéről, a szeretetnek a különböző minőségeiről, mutatja a mantrának a hatalmát, bemutatja a hívő belső fejlődését, ami egy csodálatos példa mindannyiunk számára, illetve azt, hogy az Istennel, Krisnával való mély, szeretetteli kapcsolat tudja a legnagyobb boldogságot nyújtani az élőlénynek. A mű megjelent angol nyelven, Gópi Parandana prabhu -nak a fordításában három kötetben, Kommentárral együtt. Nagyon csodálatos olvasmány. Magyar nyelven eddig az első kötete van meg ennek a három kötetnek. Mindenkinek ajánlom a figyelmében. Nagyon nagy élmény. Köszönöm szépen a figyelmet. Rékisnek.